Mi pedig megyünk tovább, szerdán szavaz az Európai Parlament a sargentini jelentésről, kedden pedig vitát tartanak róla. A részletekről beszélgetek hamarosan Morvai Krisztina európai parlamenti képviselővel egy rövid bejátszó után. Szoros szavazás várható a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jövő heti voksoláson az Európai Parlamentben, közölte a dokumentumot összeállító Judith Sargentini. A zöldpárti politikus szerint képviselőtársaink túlnyomó többsége egyetért a jelentése megállapításával, de a pártpolitika még változtathat a szavazás kimenetelén. A hazánkat folyamatosan bíráló Sargentini leszögezte, a jelentés függetlenségét senki sem kérdőjelezheti meg. A Soros Györgyhöz köthető politikus már el is kezdte Magyarország ellenes kampányát. Az egyik közösségi hálón közzétett fényképén azt látható, hogy Sargentini a tőzsdespekuláns budapesti és brüsszeli emberével lobbizott a magyar kormány ellen. És itt is van Morvai Krisztina, független európai parlamenti képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Sargentini jelentéssel kapcsolatban ön is kiadott egy hosszú közleményt, amelyben leszögezte, hogy jogászként, magyar emberként és választott politikusként is elítéli és felháborítónak tartja ezt a bizonyos eljárást. Miért? Mi az oka? Paradox módon pontosan a jogállamiságot csúfolja meg. Tehát ugye azzal vádolnak bennünket, hogy nálunk szisztematikusan sérül a jogállamiság, de a jogállamiságnak pont az lenne a lényege, két fő pillére van, az egyik a szubsztantív, az ilyen anyagi jogi jellegű, hogy olyasmiért lehet felelősségre vonni akár személyeket, akár államot vagy állami szervet, amilyen magatartásnak a tilalmát már előre ugye rögzítették jogszabályi formában. Mondjuk az én szakterületemről, a büntetőjogról, ugye nullum crimen sine lege elve, senkit nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni olyasmi miatt, ami nem volt bűncselekménynek minősítve, mielőtt ő azt elkövette. Na most ugye ez tele van, ez a jelentés olyan magatartások miatti felelősségre vonási kísérlettel, amelyek nem voltak uniós szinten szabályozva, illetve nem is tartoznak uniós hatáskörbe. A másik pedig, ami most már jön a tartózkodásoknak az értékelése és a többi, tehát az eljárásjogi kérdések. Ezt az eljárást semmilyen jogszabály nem rendezi. Tehát egy nagyon fontos lépés kimaradt. Ugye az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke kimondja azt, hogyha megállapítják, hogy egy országban ugye sérül a jogállamiság szisztematikus módon a demokrácia, az emberi jogok, akkor ilyen és ilyen szankciókat lehet alkalmazni, viszont a közbenső lépés, ami kimaradt, az az, hogy ugyanúgy, mint ahogy van polgári eljárásjog, büntető eljárásjog, az Európai Parlamentnek is van különböző eljárásjoga, erre az eljárásra nem állapítottak meg szabályokat. Tehát egy teljesen szabályozatlan eljárásról van szó. A jogállamiságnak az ellentéte az az önkény. Az előbb említett anyagi jogi, szubsztantív értelemben vett jogállamiságra is, rule of law-ra, jog uralmára is azért van szükség, hogy az önkényt elkerüljük, és az eljárás jogira is. Tehát én jogászként nagyon hiszek a jogállamiságban, meg a joguralmában, pontosan az önkény elkerülésére, és ez az eset, amit most velünk csinálnak itt évek óta, az ékes bizonyíték arra, hogy hogy vezet el az önkényhez, a kettős mércéhez, adott esetben ugye a politikai bosszúálláshoz az, hogyha valami nincsen szabályozva. Sargentini maga is mondta, hogy ez egy premier, hogy ilyen eljárásra még nem került sor az Európai Unióban, és hogy és amennyiben az Európa tanács elé kerül ez a bizonyos jelentés, akkor hát ő így fogalmazott, hogy nem tudja mit történik, nincs még kialakult eljárásrend. Tehát gyakorlatilag nincs eljárásjogilag még egyszer leszabályozva, meghatározva pontosan, hogy mi történik ebben az esetben. Pontosan így van, és mivel Sargentini asszony nem jogász, egyetlen szemesztert nem végzett a jogi egyetemen, ezért neki fogalma nincs arról, hogy ez miért egy borzasztóan veszélyes dolog, illetve dehogy is nincs, hát naív vagyok, vagy játszom a naivot, persze, hogy ő nagyon jól tudja, hogy ez egy veszélyes dolog. Ugye ez a kommunista típusú jogszó, hogy a forradalmi jogtudatunk majd eligazítást ad, mondták a kommunista elvtársak az 50-es években, vagy mit tudom, a sztálinizmus alatt, és ehhez képest ugye a jogállamiság, a joguralma pedig azt mondja, hogy nem a forradalmi jogtudat és a hatelem is kinevezett ügyészek és hasonlóknak az elképzelése az, ami irányadó, hanem egy előre, egy megfelelő törvényhozási rendben lefektetett jogszabály.
jogszabályban rögzített eljárás, hogy hogy kell a tényállást megállapítani, magukat a tényeket, hogy kell a bizonyítékokat gyűjteni, milyen szerepük lehet esetleg a nem kormányzati szerveknek, hogy folyhatnak a meghallgatások, a delegációknak milyen szerepük lehet, és a többi, ezt mind részletesen, pontosan rögzíteni kellene, vagy kellett volna eddig. Ennek fényében, ennek az egész eljárásnak van bármiféle tétje jogi eljárás, jogi értelemben, a jog következmények tekintetében, és nyilván talán ami a legnagyobb, az a politikai következmények, mert nyilván annak az van. Hát én azt hiszem, hogy nagyon pozitív politikai következménye lesz, mert olyan reklám ez Magyarországnak, tehát ez is valahol egy elkeserítő dolog, hogy ezek hát nem okos emberek, finoman fogalmazva ezek a Sargentiniek és társaik, mert hogyha okosak lennének, akkor átlátnák, hogy gyerekek, visszakozzunk most már egy kicsit, hát közelednek az európai parlamenti választások májusban, és hát akkor a reklámot csinálunk egy országnak, amelyik elég bátor volt ahhoz, hogy szembeszálljon a tömeges migrációval. Mindenki látja, hogy büntetés jár annak az országnak, annak a tagállamnak, amelyik a lakosság többségének az akaratát közvetíti. Hát olyan együttérzést vált ki ez egész Európából, hogy kifejezetten növeli a kormánynak a népszerűségét egyfelől, másfelől pedig látják az emberek, az európai választópolgárok, hogy érdemes migrációellenes pártokra szavazni, mert akkor ilyen nem fordulhat elő majd a jövőben, hogy szankcionálják és boszorkányüldözéssel sújtják azt a tagállamot, amelyik megmeri állítani a migrációt. Minden esetre, amit lehet látni, hogy megkezdődött egy nagyon erős nyomásgyakorlás, amit az újságban lehet olvasni, és például nyilvános, hogy Macron ugye például most Merkelen keresztül próbál nyomást gyakorolni a néppártra, és azt mondják, hogy el kell dönteni, hogy most Merkelt vagy Orbán támogatják, tehát nem lehet ilyen szerinte két utas politikát folytatni, de mi az, ami esetleg nem kerül be a sajtóhírekbe, de ön például tapasztalottként? Elképesztő dolgok, tehát ez tényleg a kedves nézők nem tudják elképzelni, azt kérném szépen, hogy a Facebook oldalamon meg a honlapomon most megjelent anyagot nézzék át alatt, például ezen a héten mik történtek. Tehát itt óriási agresszív támadás indult Magyarország, Lengyelország és most már Olaszország ellen is, olyan formákban, hogy ez egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát nem hoztam most magam, pedig jó lett volna a kamerának megmutatni. Látom, mindenhol hirdetnek egy szépnek tűnő eseményt a néppártnak a logójával, néppárti politikusok. Lengyel esemény, hogyan védjük meg a lengyel demokráciát címmel. Hát mondom, milyen csodálatos, lengyel-magyar, ugye két jó barát, már is megyek, milyen szép lesz, ott majd elmondják, hogy hogy védik meg az Európai Unió terrorjától a demokráciát. Hát kiderül ám, hogy a lende Soros szervezetnek az embereit hívták meg, és a Soros sisták ugye tartották ott az előadásukat arról, hogy milyen gyalázatos ez a jelenlegi kormány. Olyanokat mondtak, hogy óriási párhuzam van a Weimári köztársaság és a között, hogy hogyan kezdték el a nácikat támogatni annak idején és a mostani folyamatok között. És akkor ott volt egy lengyel patrióta politikus, aki felszólalt, ellenvéleményen volt, és erre megnézhetik a kedves nézők, ott van a Facebookomon, olyan ordítás, üvöltés és agresszió volt, tömegesen a válasz, olyan érdekes kis trükkjeik vannak, most már ezt kezdem megtanulni. Értelmes embereket, ugye tanult, iskolázott, sorosista embereket oda kiültetnek, ők mondják a higgadt értelmes szövegüket, de odaültetnek több száz aktivistát, akik vérszomjasak. Tehát komolyan mondom, hogy olyan veszélyérzete volt az embernek, ott volt velem egy fiatal joghallgató lány látogatóba, hát fölmértem a menekülési útvonalakat, hogyha ezek nekünk esnek, akkor mi lesz. Aztán persze Niedermüller úr felszólalt, hogy milyen jó lenne szövetséget alkotni, és a többi, az ember nagyon nehezen bírja idegileg. Olaszországnak is elkezdődött a támadása, számomra lehetőleg. Következők és egyetlen persze, a migrációs hát politikája, miatt, hogy ugye ne? Most hát, nem engedik be a hajókat, vagy kikötni a hajókat, a migránsokat szállító hajókat. Hát igen, csak mindezt olyan cselesen csinálják, hogy a Női Jogi Bizottságban volt a héten egy ülés, ami különösen kikészített,
lehet, ugyanis én a bántalmazott nők és a gyerekek büntető jogásza voltam és vagyok, ugye annak való magam, ez volt a szakterületem, erről írtam a PhD-met, könyvet írtam, stb. És az, hogy az ő szenvedésüket használják ki arra, hogy az olasz kormány gyalázzák, tehát oda jött megint csak egy társaság, és elkezdtem mondani, hogy vége az olasz demokráciának, elkezdődött a totális rasszizmus, a fasizálódás, és a bántalmazott nőket most már teljesen kiteszik a meggyilkolás veszélyének, és a többi. Tehát összekötik ezt a szállat azzal a szállal, hogy el kell kezdeni Olaszország ellen is. Ugye, tehát, hogy erre hivatkozva, hogy a bántalmazott nőkkel mindenhol máshol jól bánnak. Ugye látjuk Németországban, milyen jól bánnak, például a migránsok által megerőszakolt és bántalmazott és megfenyegetett és Svédországban szenvedő bántalmazott nőkkel, idézőjelben, ugye? Tehát semmi nem történik a megelőzés, a felderítés és a többi érdekében. Erről nincs szó az Európai Parlamentben, csak az olasz bántalmazott nők kapcsán akarnak most kiadni egy Olaszországot elítélő közleményt, amiben persze a rasszizmus, a fasizmus, a demokrácia hiánya és a hasonló olyan szavak szerepelnek, amire már az embernek rááll a füle, hogy hoppá, itt már a hetedik cikkely közeledik. Milyen eredményre számít egyébként? Mi lesz ennek a szavazásnak a végeredménye? És egy kicsit vonjuk már be a magyar ellenzéki pártok képviselőit is, mert a DK például már kijelentette, hogy ők már pedig meg fogják szavazni ezt a bizonyos jelentést, az MSZP hivatalosan még nem mondott semmit, ugye Jávor Benedek már ugye a Libe bizottság bizottság szavazásán is támogatta, szóval mire számít? Illetve hát a legfontosabb, bár ez egy kicsit költői kérdés, hogy ön hogy fog szavazni? Na hát a kedves nézők mit gondolnak, hogy fogok? Hát nyilvánvalóan, hogy olyan felháborodás van bennem emiatt, az egész miatt, nem mintha nem lennének itthon problémáink. Tehát igen, van korrupció, erősíteni kellene a polgárosodást, kis vállalkozók helyzetét, kis gazdákat, falvak helyzetét, és a többi rengeteg teendő lenne, jó is lenne, hogyha most már arra koncentrálhatnánk, és nem kellene úgy csinálnunk, mint az, akinek ugye a családtagját bántják. Lehet, hogy én a gyerekemre valamiért nagyon-nagyon haragszom, és sok problémám van bele, de hogyha kívülről bántják, akkor persze, hogy a védelmére kelek. Így vagyunk mi a hazánkkal. Tehát én azt gondolom, hát például olyan meglepő eredmények születhetnek, amit aztán majd diadallal mondanak, hogy még a lengyelek is ellenünk szavaztak. Hát a milyen lengyelek? A néppárti olyan lengyelek, akik a Sorosnak az embereit hívják oda, és ilyen gyalázatos dolgokat csinálnak, hogy majdnem nekiesnek a politikai ellenfeleiknek. Tehát bármilyen eredmény is születik, emelt fejjel kell, hogy is mondjam, a dolgokat tekintenünk, és azt mondani, hogy ezt az áldozatot hoztuk meg mi magyarok, azokért a nyomorult emberekért, akik a Görög-szigetektől kezdve Németországon át szenvednek ettől a gyalázatos migrációtól, amit a nyakukra hoztak, mi megmutattuk azt, hogy ennek lehet ellenállni, ennek ez az ára. Ez volt a mostani történelmi küldetésünk, egyre többen követnek bennünket. Isten óvja és vezesse Magyarországot, megint valami fontosat tettünk. Morvai Krisztina, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.